Prisztás József megölése miatt 10, illetve 9 év fegyházra ítélte Portik Tamást és egykori testőrét H. Istvánt a fővárosi törvényszék. A megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság egy olyan tanú vallomására épített, aki hallotta egy szórakozó helyen, hogy Portiknak és Prisztásnak vitája van. A tanú később vádalkút kötött a nyomozókkal. A védők szerint újra hatályon kívül helyező döntése számíthat a közvélemény. Fokozódó biztosítás, külön átvilágító kapuk a tárgyalóterem előtt. Prisztás József Leányfalun kivégzett vállalkozó egykori barátja, a már első fokon is felmentett Fazekas Ferenc, és a gyilkosság elkövetésével vádolt H. István már a teremben, amikor a felbújtással vádolt Portik Tamást bevezették. A TEK 2012. július 14-én 5 embert fogott el a 90-es években elkövetett emberölések miatt. Az azóta előzetesben lévő Portik Tamás 94 és 2000 között az olajügyletekkel kapcsolatba hozott Energol RT igazgatója volt. Nagy befolyása tetszert az alvilágban, a legkeresettebb magyar bűnözők listáját is vezette. Portik Tamás, elsőrendű vádlott. Itt mondták ki rá első fokon az ítéletet, 11 év fegyházra ítélte őt a fővárosi törvényszék. A másodfokú ítélőtábla ezt tavaly októberben hatályon kívül helyezte mondván, ez az ügy összefügg az Aranykéz utcai merénylettel, így egyesíteni kell őket. A fővárosi törvényszék most úgy látta, a másik ügy csak nyomozati szakban volt akkor, és a vádemelésre nem kellett számítani. A megismételt eljárásban tehát ismét csak a Prisztás ügyben hozott ítéletet. A bíróság az elsőrendű vádlottat 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A másodrendű vádlottat 9 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, a harmadrendű vádlottat pedig felmentették. Egy évvel enyhítette a bíróság saját korábbi ítéletéhez képest Portik Tamás büntetését. Szinte példátlan a kriminalisztika történetében ez a 19 éves időmúlás. A vádiratban leírt elszámolási vagy ingatlan vita a budapesti éjszakai élet másik alakjával Prisztással a gyilkosság kiváltó oka. Egy nem éppen apró részletkérdésben pontosított az ügyészség, nyereségvágy helyett az aljas indok volt a motívuma az elsőrendű bűncselekményének. Jogosan hivatkozott erre az elsőrendű vádlott és védője az alapeljárásban is, semmifajta bizonyíték nem merült fel, hogy a Prisztásféle hagyaték bármely tárgya is konkrétan Portik Tamás tulajdonába kezéhez került. A megismételt eljárásban nem merült fel sok új tény. A nyomozati irat 18 ezer oldal. Az ügyész súlyosításért, illetőleg a bűnösség megállapításáért a védők hatályon kívül helyezésért is fellebbeztek. Portikot az Aranykéz utcai robbantás felbújtásával is vádolják, a bíróság ismét elrendelte előzetesüket. 4, illetve 5 évet fegyházban kell tölteniük, ha az elsőfokú döntést nem enyhíti az ítélőtábla.